Szeretettel köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések című műsorunk valamennyi nézőjét. Mai vendégem egy olyan székesfehérvári ifjú tehetséges hölgy, akinek a nevét, hangját és arcát már jócskán hallhatták és láthatták önök is, kedves nézőink. Azt, hogy honnan is lehet ez a hölgy ismerős önöknek, hamarosan meg fogják tudni. A stúdióban köszöntöm Tóth Gabriellát. Szia! Hello, sziasztok! Üdvözlöm a tévénézőket! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Először is beszélgessünk arról, hogy van neked egy szép hivatásod, a katasztrófavédelemnél dolgozol, a vízügynél, és ügyfélszolgálatozol, tehát ügyfelekkel foglalkozol nap, mint nap. Beszéljünk egy picit erről, és aztán majd szépen sorban végigveszük, hogy még honnan lehetsz ismerős a fehérváriaknak. Igen, én gyakorlatilag egy éve dolgozom így a katasztrófavédelmen belül, ugye a vízügyi hatóságon, pont ahogy mondtad, hogy az ügyfélszolgálaton, ami hétfő, szerda, pénteki napot ölel fel, és akkor kett csütörtök meg ilyen fenti irodai munkákat végzem, vagy végzek. Itt gyakorlatilag ilyen telefonos kapcsolattartásról van szó, személyes kapcsolattartásról is, dokumentációkat adnak le az ügyfelek, hiánypótlást, akkor én azokat átveszem, próbálom telefonon keresztül, ha sikerül, ugye így megoldani így a tájékoztatás jellegű kérdésekre, ugye a válaszokat. Ezeket csinálom, és hát imádom az embereket, úgyhogy így a főnököm az úgy döntött, hogy na akkor nekem ott a helyem még azelőtt, mielőtt én úgy igazán ott elkezdtem volna sündörögni, vagy így lenni ezen a munkahelyen. Sok ember, aki ügyfelekkel foglalkozik, az azt szokta mondani, hogy azért az egy nehéz dolog emberekkel foglalkozni nap mint nap. De te mégis azt mondod, hogy élvezed és jónak tartod. Hogy kell elképzelni a kapcsolatodat az emberekkel így nap mint nap? Hát én elkezdtem úgymond így az emberekkel való kapcsolattartást ugye a vendéglátóban, és ott egy nagyon jó kis tanuló talajt biztosítottam magamnak, azt gondolom. Ott így megtanultam, hogy na most akkor kivel milyen hangnemet illik, meg szabad megütni, rengeteg embertípus sikerült megismernem, és ezt aztán így itt az ügyfélszolgálaton tudom is kamatoztatni. Nyilván más jellegű a kettő, ugye, mert mondjuk egy szombat éjszaka elmegy valaki mulatozni, és akkor kell őt kiszolgálni, az más, mint amikor egy ügyfélszolgálaton hivatalos ügyben keres meg ugye a személy, de hát mindannyian emberekből vagyunk, és akkor az egyik oldalon ezt a hangnemet tudom, meg a másik oldalon meg a másikat. De én azt gondolom, hogy a mosolyjal, a jókedvel, a segítőkészséggel, talán ez a három így nagyon, nagyon segíteni tud abban, hogy az emberekkel megtaláljuk azt a kapcsolatot, amit kell, ahol kell. Ugye? Egyébként ez lenne nyilván a jó hozzáállás. Lehet azért néha ellenpéldát találni, tehát mondjuk van olyan hely, ahova az ember bemegy és azt mondja, hogy na hát akkor én most sarkon fordulok és kimegyek, mert nem voltak velem kedvesek. Uh-huh. Van olyan egyébként, hogy ki lehet hozni a sodrodból? Húha! Amikor mondjuk engem, tegyük fel, mondjuk kihoznak a sodromból, én akkor is próbálom azzal kompenzálni így magamat, meg úgy ezt az egész helyzetet, hogy akkor is mosolygok. Tehát akkor is úgy vezetem le ezt a feszültséget, így kívülre is, a külvilágba is, meg magamba belül is, hogy akkor is azt mondom, hogy jó napot kívánok, de akkor mi a probléma, akkor oldjuk meg, és akkor és akkor tovább, így kicsit így megy föl bennem a pumpa, de akkor sem, tehát akkor sincs az, hogy én most na, lecsapok az asztalra, és ez így nem mehet tovább, és most akkor kimondom, ami bennem van. Én így vezetem le, meg más úton még. De egyébként egy ilyen helyen azért mindig napra késznek kell lenni, tehát mondjuk nyilván azért hívnak fel és kérnek segítséget vagy tájékoztatást, mert azért neked ott azért képben kell lenni. Mennyi felkészülést igényeli, plusz munkát, plusz rákészülést magára a munkára? Igazából nekünk van egy fantasztikus számítógépes rendszerünk, amikor úgy, hogy telefon csörög és megkérdeznek, hogy na most akkor a folyamatban lévő ügyük hogy áll, és történt-e bejövő vagy kimenő az ügyükkel kapcsolatban, akkor én ezt meg tudom nézni a rendszerben, vagy azt, hogy ki az ügyintéző, stb. Amikor én oda kerültem, akkor viszont eléggé fel kellett készülnöm így jogszabályokból is, nem azért, mert azt mondták, hogy na most akkor ebből fel kell készülni, és ezt meg kell tanulni, hanem mert én éreztem azt, hogy gyakorlatilag előtte a víz annyi közön volt, hogy tudtam, hogy H2O, meg hogy milyen jól esik általában egy vasárnap, vagy egy jó kis futás után. És akkor, amikor oda kerültem, akkor volt annyi időm, hogy én ezekből így felkészüljek, és utána nézek, hogy most akkor miből áll egy vízjoglétesítési engedély, hány tervdokumentáció, stb. Tehát ami ezzel együtt jár, hogy akkor rendesen tudjam tájékoztatni az ügyfeleket azokról a dolgokról, amik úgymond így az én
körömbe tartoznak, és amikről ugye kell, hogy tudjanak. Nem száraz ez a része egyébként egy kicsit a munkádnak? Hát én akkor így segítségül hívtam a drága ügyintézőinket, és hogyha valami kérdésem volt, vagy problémám volt, akkor bármikor hál' Istennek fordulhattam hozzájuk, hogy rendesen példabeszédekben úgymond így elmondják nekem ezt, hogy na most akkor ebbe és ebbe a jogszabályba ez gyakorlatilag mit jelent, mert néha nehéz volt így kibogarászni annak a fontosságát, ugye meg ugye a lényegét így a jogszabályoknak, de hál' Istennek nagyon segítőkészek voltak, és így mondták, hogy na most, ha van egy kutunk, akkor ez és ez kell, és segítettek mindig, úgyhogy így egyszerűbb volt nekem. No, van ez a része az életednek, amikor elmész és dolgozol, és ledolgozod a hivatali órákat, és van egy másik része is az életednek, amiről szintén szeretnék beszélni, és ahogy a felvezetőnkben is már elmondtam a kedves nézőknek, hogy ismerhetnek téged több szempontból is, ugye a hangodat is természetesen, és arcodat is. Most megmutatjuk a nézőknek, hogy honnan is lehetsz ismerős így a 2000-es évek elejéből. Na hát ez volt a Tomboy együttes, ugye 2001-2 tájékán. Igen, 2. Javíts ki, ha tévedek. Hát honnan jött az éneklés az életedbe? Azt azért lehet hallani, hogy a beszédhangod is már eleve egy ilyen jó orgánum. Jó rekettes, igen. Az nem a vízkizéstől van. Kiskorod óta kezdve kezdtél el foglalkozni az énekléssel? Törtél ilyen babérokra? Hát ez így jött ki belőlem az éneklés. Tehát, hogyha volt valami fájdalom, vagy elvették a játékomat, vagy örömért, vagy bármi, akkor én mindig az énekléssel vezettem le. Most már így felnőtt fejjel ez a mai napig így van. Tehát az énekléssel, a zenével, tánccal egyszerűen rengeteg dolgot kiadhat magából az ember, és így nekem ez a gyógyító, úgymond. Egy ügyfélszolgálatos nap után is esetleg, úgyhogy akkor elmenjünk fellépésre. Gyakorlatilag ez már gyerekkoromban elkezdődött, amikor annyira emlékszem, hogy édesapámat, hogyha kérdezik, hogy hát honnan van a Gabikában ebbe ez a zenei véna, akkor ő már elkezdi mondani, hogy amikor kislány volt és mentünk végig a főutcán, és Gabika énekelte azt, hogy egy kis malac, röf, torka szakadtamból, ezért jött belőlem, akkor neki megjött, égett a feje rendesen. Már akkor így elkezdődött ez az éneklés, és akkor utána jöttek az énekkarok, így általános iskola, akkor a gimnáziumi évek, a bátyám is zenei úton kezdett el elhelyezkedni, ő elkezdett gitározni. Gyakorlatilag egy balatoni nyaralásunk arról szólt, hogy ő külön vonult, és akkor ott a kisházba így megtanulta az első akkordokat, és neki lett egy rockzenekara, akkor amikor én kb. 18-19 éves voltam. És hát én így feldobtam neki így a labdát, hogy na, nincs szükségetek vokalistára, és így mondja, hogy jó van, mennyi melegebb éghajlatra. És aztán 3 hónap eltett, és ő így kérdezte, hogy hát figyelj, még mindig lenne kedved. És volt is kedvem, tehát hogy bármilyen énekléssel kapcsolatos volt, és ráadásul egy olyan dolog, ami a számomra új dolog, így az éneklésben, hogy egy rock banda, és akkor ott énekelni a vokalistaként is, de jó. És persze, mondom, szívesen megyek. És akkor ott elkezdődött az együttesben való éneklés, és így Fehérvár, ugye Fehérváron belül, tehát ilyen zenészberkeken belül, szegről végről a legtöbb ember ugye ismeri egymást, és akkor ilyen szájhagyomány útján jött ez, hogy megterjedt az, hogy na most akkor én ott énekelek, és hogy kellett volna valahova egy énekesnő, és így ajánlott valaki, és akkor így jöttek így sorba így a zenekarok. Ha jól tudom, akkor aluljáróból indultál el Budapestről, tehát a budapesti aluljárókban tevékenykedtél, dolgoztál, és aztán egyszer csak eljutottál odáig, hogy ahogy láthattuk is, a Tomboy együttesben már lemezszerződéssel együtt tudtál utána részt venni. Igen, igazából ez a budapesti élet ez úgy kezdődött, hogy éppen akkor nem volt itt Fehérváron semmilyen állásom, akkor nem jártam iskolába, és egy barátnőm felhívott engem telefonon, hogy te figyelj, lenne kedved meginni egy kávét, mert innen beszélgessünk egy kicsit, oké, rendben, beültünk egy helyre, és akkor így kérdezem, hogy na, veled mi van mostanában, hogy mit csinálsz, hova mész dolgozni, vagy tanulsz-e, vagy ilyesmi, és akkor mondja a barátnőm, hogy hát most fog fölköltözni Pestre, mert akkor felvételt nyert egy főiskolára, és akkor költözik is, meg minden. És mondom, figyelj, Én mennék veled, úgy sincs most ide-haza, itt sem munkám, sem tanulás, se semmi, és ott azért mégiscsak közelebb vagyok a zenei húsos fazékhoz, úgymond, és hát ha van valami hirdetés, vagy olyan, hogy keresnek énekesnőt, na és akkor én majd szépen jelentkezem.
És így is volt, szedtük a sátorfánkat, fölköltöztünk Pestre, egy albérletbe, és aztán hát ott nekem nagyon-nagyon gyorsan keresnem kellett valami munkát, hogy akkor ki tudjuk fizetni az albérletet. És hát így bementem az aluljáróba, vettem magamnak egy újságot, elkezdtem böngészni egy kávézóban, egy söröző kávézóban az álláshirdetéseket, és valahogy úgy gondoltam, hogy na, megkérdezem a pultos lányt, hogy te figyelj, nincs véletlenül itt nálatok felvétel, mert nekem nagyon kéne dolgoznom. És mondja a csajszín, hogy de, van, mert pont keresünk egy ember, csak éppen ott a borozóba, és mondom, hát tudnék-e beszélni a főnöke? Persze, gyere hátra, és akkor pont most vannak a próbanaposok, be is állhatsz. Be is álltam dolgozni, fel is vettek, oké, rendben, megvan a munka, király. És akkor utána, amikor már ott egy hónapja ott dolgoztam, akkor így elkezdett motoszkálni bennem ez, hogy de hát én a zene miatt jöttem ide föl, hát akkor most már el kéne elkezdenem nézegetni újságokat, hogy hát ha valami énekesi produkcióhoz, vagy valamihez keresnek embert. És el is mentem egy helyre, meghallgatásra, de az viszonylag olyan komolytalannak tűnt. Viszont a második telefonszám, amit fölhívtam, nagyon emlékszem, hogy akkor 1000 forint volt össz-vissza egész hónapra a zsebembe, és akkor ilyen 10 akárhányadika lehetett, tehát még javában arrébb volt a hónap vége. Felhívtam ezt a telefonszámot, ott bejelentkezett egy nagyon szimpatikus fiatalember, hogy igen, ez is ez a produkciós iroda vagyunk, és hogy hát mi egy kész projekthez keresünk énekesnőt, Sophie Ellis Bextor stílusban. Na már most Sophie Ellis Bextorról ugye azt lehet tudni, hogy hát topmodellből lett énekesnő. Én meg így gondoltam, hogy hát ebbe talán úgy nem fogok beleilleni szerintem, mert nem vagyok egy hosszú lábú asszony sem. De azért elmentem a meghallgatásra, meg így el is hívtak, ott felvettünk egy-két dalt, amit én szeretek énekelni, meg így azt gondolom, hogy viszonylag normálisan is megy, és akkor a végén mondta ott a producer emberke, hogy hát lehet, hogy ebbe a stílusban nem passzolok annyira bele, így karakterben, meg így stílusban, de hogy hagyja meg a telefonszámomat, hát ha egy másikba igen. És akkor 2 nap múlva csörgött a telefonom, akkor ő volt ugye, és mondta, hogy te figyelj, nekem ez bejön, és ő gondolkodott egy másik felállásban, amiben 2 csajszi lenne, és akkor egy ilyen vagány, kicsit rokkos alapokra épülő, mai eladható zenei formáció lenne, egy duó, és hogy volna kedvem ebben nekem részt venni. Persze, menjünk, csináljuk. És akkor megismertem a másik leányzót, ugye, akivel együtt ebbe a dubóban voltunk, a Tőzsér Gabit, összeverkodtunk, és aztán így minden így elkezdődött egy pillanatok alatt. Tehát, hogy egyik nap még ott dolgozok az aluljáróba, és szolgálom ki az emberkéket muskotályos fröccsel, a másik pillanatban meg már ott vagyok a Hűvösvölgyi Warnernél, és írjuk alá a szerződést. Szóval ez egy ilyen, így agyban is átállni erre, meg így mindenhogyan, egy kicsit úgy nehéz volt, meg fura, meg így belecsöppenni hirtelen abba, hogy híres emberek jönnek veled szembe a kiadóban, ilyen Majka, meg Rakoncai Viktor, meg ilyenek, és akkor még így el is poénkodtuk a dolgot, hogy hát a autogramos noteszomat otthon hagytam, meg minden, de akkor így elindult minden. Így kicsit olyan tündérmese-szerű egyébként igen, most, ahogy ezt igen, meséled, és igen, utána... Igen, most is, ahogy így benne vagyok, és így átélem újra, így fú, de fura. Utána azért ez tartott egy-két évig, ha jól igen, tudom, turnéztatok is. Igen, hát 2-3 évig, igen. Voltak igen. Azért klippek is, és utána mi történt az együttessel? Fú, hát most én így nem akarok így, nem tudom, mert én így nem láttam bele abba, hogy most a menedzser hogy intézi a dolgát, vagy mondjuk a kiadó hogy intézi a dolgát, nem is nagyon tartozott ránk, a mi dolgunk az volt, hogy adjuk azokat, akik vagyunk, mosolyogjunk, helyesek, fiatalosan, mozogjunk, menjünk ide-oda, így médiaturné keretein belül fellépésekre, meg minden. El is készült 2 videóklip, de lehetséges, hogy Itt azért még így a marketing része, meg így az anyagi része az még így kívánt volna úgymond többet így maga után, és nem tudom, lehet, hogy ez volt így akkor a probléma. Tehát hogyha egy reklám, tehát ha nincsen annyira reklámozva egy projekt, és nincs egyfolytában az embereknek az arcába ott előtte, hogy na most akkor itt van egy ilyen formáció, és szeressetek minket, és jók vagyunk különben, meg minden, és egyéb dolgok, akkor ez így ellaposodik. És akkor így próbáltuk mi azt így a Gabival, hogy na most akkor önerőből megpróbáljuk, de hát ez lehetetlen. Tehát, hogyha nincsenek meg azok a kapcsolatok egy olyan háttér mögötted, akkor azért egy igen rögös és nehéz út.
És egyébként, amíg tartott ennek a fénykora, addig milyen tapasztalatokkal gazdagodtál? Ja, hát azért nálatok is voltak olyanok, mint mondjuk egy-egy fiú csapatnál, hogy hölgyek támadták meg őket, mondjuk ti esetetekben pasik nyilván százai fellépések után. Jó sok fellépésünk volt ilyen három hónapig csak az, hogy akkor egyfolytában mentünk legalább egy héten háromszor vagy négyszer így különböző pontjaira az országba, így fellépésekre, és annyi rengeteg jó dolgot tapasztaltunk, hogy gyerekek például, hogy mennyire rajongásig azzal az őszintességgel tudtak jönni, és akkor jaj, és kísértek minket mindenfele, és alig várták már, hogy lejöjjünk a színpadról, és hogy autogramot kérjenek, vagy egyáltalán egy pár szót váltsanak velünk. Akkor úgy persze voltak fiúk is, mondjuk elmentünk egy valami születi bárra, és akkor ott léptünk fel, és akkor és akkor ott kacsingattak fölfele a színpadra, meg minden ilyen élményünk is volt. Abszolút pozitív. Nekem abszolút ilyen pozitív visszajelzések voltak. A negatívokról olyan is előfordult amúgy, de azokra meg így próbáltam én nem odafigyelni, vagy nem észrevenni, mert azért vannak olyan emberek is, akik jó, rendben van, hogy nekik nem tetszik, mert nem szerethet mindenki, ugye? És akkor ők így kinyilvánították itt-ott a véleményüket, de azok meg olyan, tehát hogy mondjam, olyan hangnemben, vagy olyan féleképpen, amire azt gondolom, hogy lehet ezt másképp is, tehát lehet ezt finoman is. Én közöltem azt, hogy szerintem nem jó, nekem nem tetszik, meg úgyis, hogy na, amit így nem szívesen mondani. És akkor ennek a korszaknak, amikor vége lett, akkor ugye hazaköltöztél, és hát azóta azért van olyan zenekar, amiben téged lehet látni, például a Paradicsom zenekar is. Igen. Ilyen. Ugye itt a Kovács Tóniékkal azért még mindig, ha jól tudom, akkor néha-néha összefuttak és csináltak egy-egy jó bulit. Például idén a Fezenen is felléptetek, vagy a Fezen klubban. Ez azért még javában tart. Javában tart, igen. Hogyha vannak úgy időpontok, amiket így tudunk egyeztetni, és akkor így ők is úgy gondolják, vagy a Tóni is úgy gondolja, hogy na most akkor jó volna, hogyha itt lennél velünk, és akkor együtt jammelnénk egy jót, és nyomnánk egy jó kis bulit, akkor arra nagyon szívesen megyek, és én tök nyitott vagyok így a Paradicsom zenekar felé is. Csak mindig az idő pont egyeztetésekkel vannak problémák, mert hát ugye van másik formáció is, amiben én javarészt így közreműködöm, de ha úgy alakul, és ha úgy van, hogy akkor szabad, és akkor ők is úgy gondolják, akkor megyünk, és akkor együtt letülünk egy ilyen fezenes fesztiválos bulit, vagy egy fezenklubos bulit, persze nagyon szívesen. Na akkor nézzük meg még azt, hogy a napi munkád mellett mivel töltöd még a hétvégeidet, mert mondtad, hogy van még egy formáció. Csapod fel a szőnyeget, mely ma éjjel, csapod fel a szőnyeget. A bújtorok a gyonsatolt szent a széjjel, de fél baj nem lehet. Most el a lámpát, nyisd fel a zongorát, a zene szóljon, szálljon az éjjel át. Tüntesd el a rendet, hogy törjük a csendet, csapod fel a szőnyeget. Hát hangulatot azt tudtok teremteni. Még mielőtt erre rátérnénk, azért beszéljünk még arról, mert ezt nagyon szeretném elmesélni a kedves nézőknek, hogy azért te részt vettél pár évvel ezelőtt egy tehetségkutató versenyen is, ahol én azt láttam különböző webes oldalakon, hogy megjelent az új Tóth Gabi. Uh-huh. És hát ez valamelyest ugye rányomta a te sorsodra ebben a műsorban ugye a bélyeget. Uh-huh. De azt kell, hogy mondjam, hogy én javaslom minden egyes nézőnek, hogy nézze meg ezt a kis klipet, hogyha megtalálja az interneten, biztos, hogyha rákeresnek, megtalálják. Uh-huh. Mert akkor ott én emlékszem, hogy láttalak téged, mert hát mindenki felfigyel erre, hogy fehérvári lány van a X és Y műsorban. És hat Keresztes Ildikó, Geszti Péter, talán csak a Miklós nem, de mindenki más táncra perdült, olyan hangulatot teremtettél tényleg, hogy tombolt az egész közönség, a végén kifeküdtél. Ha jól tudom, ez a Meghalok, hogyha rám nézel, igen, igen. Szám volt. Nagyon-nagyon szuper bulit csináltál ott is, és hát ezeken az Avanti formációval is, ugye amikor elmentek Lagzikba és céges bulikba, hát ott is én nekem már részem volt benne egy bálon, hogy tényleg nagyon-nagyon jó hangulatot csináltok. Igen, mert tehát visszérve az elejére az X-faktoros dologra, mondjuk az egy jó, ez egy önismereti dolog is volt egyrészt.
például az, hogy egy olyan közegben, ahol én még úgy nagyon nem is mozogtam, tehát mert tényleg ott azért több ezer ember volt, egy hatalmas egy stáb dolgozik ott ezen, hogy ez egy sikeres jó műsor és egy nézett műsor legyen, ezer kamera, rengeteg ember, minden, hatalmas felhajtás, és hogy egy ilyen helyzetben, hogy mit hoz ki belőlem a stressz, meg mit hoz ki belőlem azt, hogy ott, amikor megbeszéltem én egy RTL klubos emberrel, hogy most akkor megyek föl meghallgatásra, és ott várnom kellett, fölmentem reggel 8-ra, és várni kell 12 órát, hogy ez aztán hogy jön le, és hogy csapódik le bennem. Én akkor nagyon-nagyon izgultam. Tehát az, amikor ez már a negyedik meghallgatás volt, ami ugye lement a tévében, és ami volt ez a meghalok, hogyha rám nézel, de hát ott én az eldobom az agyamat történet volt. Ez egy ilyen euforikus állapot volt, hogy tényleg akkor ott a színpadon, és nem is gondoltam erre, hogy nekem ott akkor meg kell felelni, hogy úristen, most akkor fehérváriakat is képviselem egyrészt, akkor a családom mit fog szólni egyáltalán, hanem úgy elkapott ez a hév, ami így a mai napig végigkíséri így a zenével való kapcsolatomat, hogy tényleg ez a hév, ez a szenvedély, ez a megszólalnak azok a hangok, és hogy a közönség is tök jó fej volt ott fenn, meg így a zsűri is, meg minden, és közben, amit úgy beszélgettünk ugye a felvétel elején, hogy mondtad, hogy volt néhány ilyen kinézésem, hogy úristen, ez most velem történik, arcot vágtam, ez tényleg akkor ott is úgy volt, hogy Jézusom, most itt mindenki táncol. Most akkor mi van, ilyen jó vagyok? Vagy most mi történt? Vagy most ők is beindultak? Azért adhatott egy kis önbizalmat. Igen, 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 az is így nagyon, nagyon, nagyon jó volt és pozitív volt így befele, meg az is, hogy így előtte is, meg a közben is így egy tanáromnak a mondata csengett így bennem abszolút. Én jártam egy évet a színművészetire, vagy nem a színművészetire, hanem színészetet tanultam itt a Vörös Marti Színházban, és van ott egy nagyon jó színész, aztán még a mai napig is ott játszik, a Kozári Ferenc, és ő nekünk tanárunk volt, és azt mondta, hogy gyerekek, azt tanuljátok meg, hogy a színészet az úgy működik, meg ugye az előadás is, meg minden, hogy egyszerűen leúzol azt a cipzárat itt a szedcsontot felett, így végig a testen, tehát egy ilyen képzeletbeli cipzárt, és odaadsz mindent. Tehát ami ott belül van, amit érzel, az összes fájdalom, az öröm, a minden, azt úgy fogod és így kirakod, mert másképp nem megy. És úgy ez, én azt gondolom, hogy a zenében is így van, tehát attól fogják a közönség tagjai is érezni azt, amit te érzel, meg amit át akarsz igazán adni. Most lehet, hogy ez ilyen magasztosan hangzik, de én tényleg így érzem, és alázattal próbálom azt csinálni, amit csinálok. Csak akkor fogják ezt érezni, hogyha te is hagyod, hogy lehújjon rólad minden lepel, és ezt így átad, úgy igazán. És így ez egy fantasztikus dolog, amikor az a kettő úgy találkozik, tehát ugye a közönség, meg ugye a te érzéseid, te ezt megpróbálod kifejezni úgy, hogy énekel, azzal a tehetséggel, amit beléd rakott a Jóisten, és akkor ha pillanatokra is csak, de úgy találkozik, és megkapod azt az érzést, és az valami tök jó, hogy adtál. És hogy ők is élvezik. Igen, is, ez, hogy ezzel hát ez szolgálod a műsorban ez nagyon nagyot szólt. Még hogyha nem is jutottál azért annyira messzire ebben a műsorban, de én azt gondolom, hogy azért itthon tudsz ebből most profitálni, hiszen ezzel a formációval azért nagyon-nagyon sok elfoglaltságotok van hétről hétre. Igen, 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 az Avanti zenekarról, igen. Hát így azért jócskán így bejárjuk az országot, és már több éve így együtt dolgozunk Veres Istvánnal, így ebben az Avanti zenekarban, és együttesben, és van úgy, hogy megyünk pénteken Debrecenbe, szombaton Sopronba, tehát így bejárjuk az országot, rengeteg emberrel találkozunk, de és ez egy nagyon-nagyon szép munka, én azt gondolom, mert mégiscsak egy olyan rendezvényen veszel részt, egy olyan rendezvénynek teszed úgymond a tortájának a tetejére a habot, ahol boldog párokat látsz. És akkor mosolysz ezzel az arcukra, és hogy meghívják oda ők ugye a rokonokat, barátokat, és egy jót buliznak, vagy esetleg sírnak, hogy olyan szomorú számszom, mert olyan is van ugye, olyan is kell egy laxba, lassú zene is, és megint csak adsz, tehát úgy mindig. És én nem tudom, hogy honnan hoztam ezt a szociális lelkületet, vagy szociális érzékenységet, talán édesanyám olyan, hogy ő is mindig ad, meg a legutolsó hajléktalan, és aki oda megy hozzá, hogy egy kis abarot adjon nekem, neki is, mindenkinek. Én ugyanígy vagyok, tehát nem véletlenül tudta azt a főnököm is, most ahol dolgozom a katasztrófa védelemnél, és hogy ügyfélszolgálat, akkor a vendéglátóban én nagyon szerettem ott is dolgozni, mert ott is így jó volt az, hogy bejöttek az emberek, és akkor te mindig mosolyogsz, és basszus, igen, igen, és nem tudom, hogy honnan van ez az energia, ugyanúgy
a zenélésbe is, ez a mosolygás, ez a jókedv, vagy ha kell, akkor egy kicsit így boruljunk magunkba, és szomorkodjunk egy kicsit, mert az is kell. Ezt így adni az embereknek, ez valami nagyon... Akkor nagyon így itt a most Fehérváron megtaláltad a helyed? Én azt gondolom, hogy igen. Én nagyon szeretem ezeket a fellépéseket, ezeket a rendezvényeket. Ott mindig annyi jót tapasztalunk, annyi hogy már szinte nem is tudod, hogy hova tegyed. Tehát amikor mondjuk annól, amikor játszottunk mondjuk Veszprémbe, és ott is egy lagzit, és akkor egy öreg bácsi csak egy számot kért, a homokórát, és utána, miután azt előadtuk, elénekeltük, eljátszottuk, akkor utána odajött és megszöltött a kezemet, és könyvbe rágott a szeme, és így hálát adott, és így megköszönte. Ezekért nagyon-nagyon érdemes csinálni, és nagyon-nagyon jó. És én engem már annyira nem hazudnék, hogy azt mondanám, hogy nagyon-nagyon nem vonz, tehát teljesen kizárom ezt, hogy most akkor kamera, mert akkor mit is keresnék itt, nem? De a nagy sikerért én már annyira így nem. Nekem most így jó az, hogy ezekben a kisebb közegekben, ezekben a kisebb rendezvényekben azokkal az emberekkel, akik nem azért vannak ott, mert most ott kell lenniük, és akkor tapsolniuk kell, mert éppen fölállt egy emberkel, aki azt mondta, hogy tapsoljatok, hanem úgy őszintén és tényleg úgy nyilvánítanak köszönetet, vagy bármit, vagy elismerést, hogy őszintén szívből jön az. És ezek így, ezeknek úgy elegek, hogy jó. Akkor én nagyon-nagyon sok-sok őszinte mosolyt és könyvbelábat szemet is kívánok neked a jövőben. Az életed minden területén. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél nekünk magadról. Én köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ha tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!